közönség sorai között lépkedve a győrieket üdvözölve vonult színpadra José Cura az Audi Arénában tartott vasárnapi koncerten. Az argentin tenor a győri félharmonikus zenekar meghívására érkezett városunkba, hogy a társulattal, valamint Rost Andreával közösen az opera irodalom legszebb és legismertebb műveivel kápráztassa el a nagy érdeműt. Két napig nagyon keményen dolgoztunk, a legjobb hangulatban. Tehát ez már akkor kiderült, amikor egy sajtótájékoztató alkalmával találkoztunk egy pár hónappal korábban, amikor Magyarországon járt, Budapesten találkozunk, már akkor kiderült, hogy az összhang az biztos, hogy meg lesz. De ugye akkor még zenéről konkrétan azért nem lehetett szó, mert nem volt próba. Most a próbákon az derült ki, hogy pontosan ugyanazt a zenei irányzatot képviseli, úgyhogy nagyszerűen dolgoztunk együtt, aztán jött hozzá Rost Andi a gyönyörű hangjával, gyönyörű megjelenésével. A Kossuth és Liszt díjas operaénekesnőt is nagy ovációval fogadta a közönség. Híradónk stábja ismert győrieket kérdezett arról, miért tartotta fontosnak, hogy részese legyen a felejthetetlen élménynek. Feleségem tanított meg operát élvezni, és azóta nagyon szeretem az operát, és ahogy a programot néztem, meg hát a ki szereplőt, az nem volt kérdés, és így eljövünk. A másik dolog, ami miatt meg büszke vagyok, mint győri, hogy csináltunk egy olyan Audi Arénát, amiben meg lehet hívni ilyen neves művészeket, illetve meg lehet úgy hívni őket, hogy tudjuk, hogy a hangminőség minden jó lesz. A harmadik dolog pedig, ami a győri filharmonikus zenekart dicséri, mert tudjuk azért, hogy ilyen világsztárok akár a José Cura, akár a Rost Andrea, mindenféle zenekarral nem szerepelnek. Nagyon kedvelem az operát, és ez egy remek lehetőség arra, hogy nem kell elutaznunk Győr városából, akár Bécsbe, akár Milánóba, vagy máshova, hogy e két nagyszerű előadó művészt halljuk. Igazi tavaszi ajándék ez számunkra. Látjuk azt, hogy Győr nagy népszerűségnek örvend a világsztárok körében, és a győri filharmonikus zenekar erre egy nagyon nagy garancia, hiszen az elmúlt években olyan komoly fejlődésen ment keresztül, ami ma már azt mutatja, hogy világsztárok társaságában is megállják a helyüket, és Győrnek van egy olyan nívós, komoly zenei, szimfonikus zenekara, amivel a világ bármely pontján fel tud lépni, és meg tudja mutatni azt a kultúrát és azt a kiválóságot, ami Győrben jelen van. Az est fényét tovább emelte, amikor a vendégművészek egyszerre énekeltek az arénában. A koncert zajos sikert aratott, 3500-an egyszerre tapsolták a világsztárokat, és városunk nemzetközileg is elismert társulatát, a Győri Filharmonikus Zenekart.